Az előző részben húzzál innen! Christine és Jackie egymásnak esett. Christine, ülj le! Takarodj az arcodból! Vedd le a kezedet! Nem tudom, honnan szalajtották ezt a nőt, de mi a franc baja van? Idióta kretén! A kihíváson a séfeknek kreatív reggelit kellett készíteniük. Halastakót csinálok sült fürcommal. Chad halastakója nem aratott sikert. Pocsik. Ashley tökéletes édesbundás kenyérpudingja. Köszönöm. Szép volt. Nem tudta megmenteni a csapatot. Nincs jól elkészítve. Frank tükörtojásos sztékje. A szték remek. Olyan a tojás, ahogy szeretem. Köszönöm szépen. Győzelmet hozott a kékeknek. Kékek, szép volt. A helyi séfeknek és családjaiknak szervezett különleges villás reggelin. Ki fog akadni, hogy leégett? Jackie-nek gondjai támadtak a sült csirkével. Befognád! Segíteni próbálok! Chad egy bundás kenyérrel hasalt el. Bon appetit! Kifelé! Ezután egyre rosszabb lett a helyzet. Hány perc kell? Főként a gyenge kommunikáció miatt. Mihez? Hogy megsüssem? Adj időt! Jó, olyan rosszra fordultak a dolgok, hogy Jaredet... Nyers a csirke! Jared, menj ki! Semmit se tudok Frankre bízni. És Mandát. Ki süti a francia pirítóst? Elméletileg én. Kifelé! Most viccelsz velem? Felküldték a szobába. A kiábrándító este után a kék csapat Frankre hárította a felelősséget a gyenge csapat munkája miatt. Frank, nem segítettél semmit. Akkor rácsesztél. Cseszd meg te! És amikor dönteni kellett, kinek kell elhagynia a kék csapatot? Mindenki őt jelölte. Franknek. A vörösek döntése is egyöntetű volt. Chad. És a végén Ramsey séf egy favoritot ejtett ki. Chad. Chadnek kellett feladnia, hogy a BLT steak főszakácsa lesz Las Vegasban. És most folytatódik a verseny. Na húzzatok innen! Ez nagyon dühítő, mert ezek olyan emberek, akik az arcomba mosolyognak, és fél óra múlva ki akarnak ejteni. Ez nem fair. Milyen érzés? Célpontnak lenni? Az a bajom, hogy azért jelölnek, mert jobb vagyok náluk. Folytasd, amit eddig, és nem kell miattuk aggódnod. Nincs szerencsém, hogy ilyen mocskok a társaim. Voltam csapos. Lemertem volna fogadni. Sok pénzt kerestél a leszbikusokból? Ó, a leszbik imádnak. Olyan leszbit még nem láttam, aki nem akart. Én nem. Már bocs. De igen. Ez tény. Ashley nem meleg, hanem bisex. És a lányok mindig oda vannak, értem. Meg vagyok sértve. Nem vagy az esetem. Ez nem sértés, csak nem vagy az. Engem minden leszbi szeret. Akkor se döngetném meg Jackie-t, ha ő lenne az utolsó ember a földön. Nekem Christine tetszik. Christine, te tiszta hülye vagy. Jackie, komolyan mondom, nem kell lesz. Ez baromság. Én egy leszbi és bisex mágnes vagyok. Meg van sértve, hogy nem feküdnék le vele. Minden leszbi és biszex akar engem. Úgy tűnik, nem. Ő az egyetlen. Ez megrázó, szomorú és sértő. És Jared? Persze, nézd az arcát. Hogy kellhet neki Jared helyettem? Ez hogy lehetséges? Bocs, Jackie, de ez nem a tied. Iszonyúan meg vagyok sértve. Frank! Kevin, Vanessa. Joe. Danny, Ellen. Hassan. Ashley. Manda. Eddie. Christine. Miss Chad. Sörkína. Jackie. Ariel, Mark. Jared. A pokol konyhája. Jó reggelt, gyerünk, sorakozó!
Van előttetek háromfajta csodás fehérje, tengeri sügér, bárányborda és csirke. Készítsetek nekem három remek ételt, de csak azokat a hozzávalókat használhatjátok hozzájuk, amiket az adott fehérje tálcájára gyűjtötök össze. 5 percet kaptok, hogy összeszedjétek őket. Világos? Igen, séf. Felkészülni? Vigyázz! Rajt. Oké, kezdjük a sügérrel. A sügér legyen könnyű és friss. Sügér risottóval. Én rizssel főznék. Jó. Zöldfűszeres bárányborda. Imádom. Mit tegyünk a kuszkuszba? Jackie nem mond semmit. Hagyja, hogy mi csináljunk mindent. Legyen gomba. Akkor bepácoljuk, ugye? Aztán megsütjük. Igen. Oké. Én gombás reszelt krumplit gondoltam. Gomba és csirke marszalaborral. Remek. Ugyanazokkal az emberekkel fogok össze, akik hátba szúrtak. Mindhármukat utálom, de muszáj velük dolgoznom. Itt van a mustár. Jó. Parfiol. 4. Ez a csirké. 3. Póré. 2. 1. És lejárt az idő. Innentől azzal dolgozhattok, ami a tálcátokon van. Pincérek, jöjjetek! Basszus, mi lesz itt? Köszönöm. 40 percetek lesz, hogy elkészítsetek 3 nagyszerű ételt. De egyszerre csak egy ember lehet minden csapatból a konyhában. Basszus. Tudtam, mindig tartogat valamit a tarsajában. Minden 5. percben az egyik séf kijön, és bemegy helyette egy másik. Nagyon fontos, hogy kommunikáljatok és irányítsátok egymást. Mindenki jöjjön a kötél mögé. Gyorsan. Te mész először. Én menjek először? Igen. Jackie megy először, mert ha Jackie valamit elront, 3 tudjuk rendbe hozni. Jackie, Jared, készen álltok? Igen, séf. Felkészülni? Rajt! Gyerünk, Jackie! A mai kommunikációs kihíváson mind a két csapatnak 3 főételt kell elkészítenie. Egy tengeri sügéreset, egy csirkéset és egy báránybordás. A bárányt azonnal el kell kezdeni! A séfek 5 perces váltásban főznek, és mindenki 2-szer megy a 40 perc alatt. Tedd fel a serpenyőket, és vegyél ki tejszínt! Értem! Fontos, hogy az első séf mindkét csapatból jó alapot készítsen, amire a többiek építeni tudnak. Jackie, ne feledd, hogy sütjük, úgyhogy nekem túl vastagol, jó? Jó. Só és bors, Jackie. Só és bors. Köszi. Oké, ennyire nem hülye. Drágám, Jackie a leggyengébb séf a csapatban. Jackie, kezd el a csirkét is. Jó. 2,5 perc. Jared, mit csinálsz? Csicsókát? Kezdem a pürét. Szuper. Értem. Úgy érzem, én vagyok a legerősebb a csapatomban, úgyhogy én megyek először. Jó alapot fogok összehozni, és mindent előkészítek. A turmixot ide teszem a püréhez. Remek. Jó, oké. Csere! Gyerünk, Frank! Ashley! A leköszönő séfnek 15 másodperce van beszélni a váltó séffel. Az már meg van sütve a vajban. Rendben. Ennyit csináltam. A püré a másik oldalon. Melyik kifelé? Oldalon? Ezen. Kifelé! Jaj, ne! Leégett a mustár! Kösz, Jackie! Most végünk. Vedd ki a serpenyőből és töröld le! Frank, forra víz! Forra víz! Ha leégett a püré, az betehet az egésznek. Frank, vigyázz, hogy ne égjen le az alja! Nem, belül! Csere! Gyerünk, Ariel! Figyelj, itt a bárány, a püré meg ott fő. Főzöm a kuszkusz. Itt a hússzósz. A bárány sűr. Kifelé! Nehezebb, mint amilyennek tűnik. Igen. Azt hiszed, van időd? Nincs idő. Danny, hirtelen süsd! Rendben, kezdem a páncettát. Jó. Ezt felraktam, ez is fő. Sül az édeskömény. Utolsó 1 perc. 1 perc, hallottam. Hideg vízbe teszem a répát. Oké. Készülj. Csere, gyerünk! Bonsd ki a bort, azt meg sűrítsd be. A kapriszósz jó. Öntsd bele az alaplevet, hogy ne legyen túl sós. Ez hideg vízben van, és egyre forró. Gyerünk, Krisztin! Kiveszem a répát!
Meg kell sütni! Főzd meg a répát, hogy csak glazúrozni kelljen. Most al dente! Pépes lesz, ha tovább főzöm. Ariel, nyugi! Nem nehéz bébi répát főzni. 2 percetek van! Mihez kell a gomba? A burgonyához. Igen, reszeld le! Jézusom! Gyerünk, Manda! Anyuka vagyok. Minden nap 3 gyerekkel szórakozom, de 3 ételt főzni. Ez mi a franc? Őrület. Csere! Mindegyik séfnek 5 perce van, hogy dolgozzon a csapat a 3 fogásán, amelyeknek készen kell lenniük az utolsó kör végére. A csirke a sütőben van, oké? Mosd meg a koriandert! Rakd fel a sügért! Kifelé! Jared, most sütöd meg? Igen, sütöm a halat. Vettem. Sütöm a halat. Jackie, mit csinálsz? Ne rakd fel a halat! Mi? Az egy 5 perces hal. A sütét? Nem, drágám. Ez olyan idegesítő. Most kell feltenni azt a sügért. Süssem vagy ne? Rakd fel a halat, Jackie. Jó. Jó. Csere! Gyerünk! Frank, mondd! Nézd meg a bárányt! Vedd ki a gombát a serpenyőből, mert leég. Kifelé! Figyeld az orzot! Szép volt. Ashley, beszélj! Kell segítség, vagy jól vagy? Meg vagyok! Gyerünk! Nézem a bárányt! Tökély! Gyönyörű, Frank! Szép és szexi! Köszi! Készül a póré! 1 percetek van! Bent van a hal! Mi van a csicsókával? Nehéz elkezdeni, amit más ott hagyott. Baloldalt húsok vannak, előttem 4 féle zöldség van. Ez eddig a legnehezebb kihívásom. Ez nagyon durva. Csere! Gyerünk, Danny! Danny, bent van a bárány. 5 perc és kész. Oké. Ez a csicsókáé? Ez minden. 3, 2, 1, kifelé! Szép volt. Megpróbáltam. Vedd le a mustárt a húsról, nem tudtam megcsinálni. Bíztok bennem, srácok? Bízom benned. Én is bízom. Mindig becsúszhat valami, de nem szabad hibázni. Elő kell készítenem Krisztinnek a terepet, hogy a tálalásra tudjon figyelni. Az orzó mihez lesz? Az orzó a sügérhez lesz. Értem. Danny, igen? Ne felejtsd a morzsát, süsd meg gyorsan. 5 percre van beállítva. A micsoda? A bárány. Danny, nézd meg a húst! A túl sok lesz. Danny, nézd meg a bárány! Rendben. Jön a hajrá! Ez olyan nehéz, hogy nem igaz. Csere! Hajrá, Manda! Jön a csapatmunkát, kreativitást és kommunikációt mérő próba utolsó köre. A bárány pihen, és itt a póré. Mivel csak 5 perc maradt hátra, Krisztinnek és Mandának kell befejeznie a főzést és tálalni a 3 fogást. Kifelé! Ez a vége! Oké! Rakd ki a tálakat, és utána csináld a többit! Krisztin, tedd ki a tálakat! Gondolkozom! Ez tiszta adrenalin. Glazúrozom a répát, oké? Nagyon nehéz, mert minden szanaszét van. Hol van a rohadt vaj? Atyaig, szívrohamom lesz. 30 másodperc. Hol vannak a dolgok? Minden előtted van. Hajrá, Krisztin, hajrá! Gyerünk, Krisztin! Gyorsan! Csirke! Menj érte! Mindent bele! 5, 4, gyerünk! 3, 2, gyorsan! 1, és állj! Szép volt! Szép volt. Menjetek vissza a konyhába. Ramsay séf most végig kóstolja az ételeket, és minden egyes étel esetében annak a csapatnak ad pontot, amelyik jobban készítette el a fehérjét. Kezdjük a sügérrel. Hozzátok ide. Attól tartok, hogy száraz lett a hal. Ashley korán szólt Jackie-nek, hogy kezdje sütni, és úgy 2 perccel tovább sült. Ariel, mesélj nekem a sügérről. Oké, szóval ez egy sült sügér édesköménylevéllel, paradicsommal és lilaspenóttal. Gyönyörű a sügér. Csillog és szép a kérge. Szép munka. Ez az, lányok. Megcsináljuk. Frank, mutasd be, kérlek. Sült sügér egy kis vérnarancssal és alapléven főtörizssel. Fénylik és szaftos. Nem könnyű. A pontot kapják a vörösök. Köszönjük. És a kékek. Igen. Következőnek a bárányt kérem. Be vagyok tojva. Remélem, Ashley leszette az odaégett részt. Krisztin? Ez serpenyőben sült bárányborda, mustárkéregben és sült karfiol. Szép rózsaszín.
Nagyon jó. Köszönjük. Manda. Ez egy zöld fűszeres kérekben sült bárányborda. Remek az íze. Nem egyszerű. De az egyik bárány azért jobb, mert jobban van megsütve. A pontot kapják a vörösök. Szép. Köszönjük. Yes. Igen. Megmentettem a húst. 2-1 a vörös csapatnak. Jöhet a csirke. A kék csapat csirkéje úgy nézett ki, mint valami vashiányos diétás étel. Borzalmas. Jared! Ez serpenyőben sült csirke vadgombás reszelt burgonyával, és van benne pancsetta is. Gyönyörűen van megsütve a csirke. Finoman van fűszerezve, de mintha hiányozna valami az ételből. Ashley? Ez serpenyőben sült csirkemell, vadgombás szósszal, sült bébirépával és lila karfiollal. Nyers a répa. Kár érte. A pontot kapják a kékek. Köszönjük. Szép volt, srácok. Nagyon dühös vagyok. Ha Kriszti hallgatott volna rám. Főzd meg a répát, hogy csak glazúrozni kelljen. Most al dente, pépes lesz, ha tovább főzöm. Szerintem megkaptuk volna a pontot. Lányok, fiúk, egyenlő az állás. Ezért újraértékelem az első ételt, a sügért. És kiválasztom a legjobbat. Nem könnyű. Az egyik hal picit jobb. Gratulálok! A kékeknek. Szép volt. Pacsi! Ezt nézzétek. Fantasztikusan omlós. Egyszerűen tökéletes. Ennél jobban nem lehet halat sütni. Szép volt. Szuperek voltunk. Csodálatos lett a sügér. Gyönyörű volt, már hiányzott. Kékek, jó szórakozást szeretnék kívánni a nyereményetekhez. Jared, neked tetszeni fog, mert hogy fogadni fogtok. Szeretek fogadni. Tedd el ezt a pénzköteget. Igen, séf. Ugyanis mindannyian eltölthettek egy csodálatos napot a híres Santa Anita Parkban. Igen! Úgy örülök, hogy kimegyünk a lovira. Nagyon jól jönne most a pénz. Jövök a bátyámnak egy lepedővel. Igen, tök jó. Kékek, szép volt. Gratulálok. Annyira örülök. A következő vacsoránkon lesz egy csodálatos párolt bárány comb specialitás. Két bárány fog érkezni. Csak óvatosan, mert közel 50 kilót nyomnak. Induljatok! Köszönjük. Ez egyáltalán nem lesz jó. Nyissuk ki. Te jó ég. Fogd meg a lábát és vigyük. Azért vesztettünk, mert Kristin szerint kész volt, a répa pedig nem volt. Fogod? Igen. Nem szeretem azt mondani, hogy mindenkinél jobb vagyok, de a csapatban mindenki egy lusta, lassú pancser. A seggében az ujjam. Azta. Ne koszoljátok össze a kék csapatot. Ki vannak öltözve, mert mennek a lovira. Danny úgy néz ki azzal a virággal a hajában, mint aki templomba megy. Gratulálok. Köszönöm. Uram, uram, légy velem. Pacikat fogunk látni. Danny nem a versenypályára megy, hanem a templomba. Halleluja! Olyan izgi. Azt a mindenit. Menjünk játszani. Kékek, Isten hozott titeket Santa Anitában. Ez fantasztikus. Úgy örülök. Mindenfajta fogadást szeretek. A haverommal arra fogadtunk sráckorunkban, hogy melyik percben jön meg az anyja. Tudtam, hogy közel leszünk a pályához, de ez hihetetlen. Te jó ég, van kaja, pezsgő, kaviár, viszki. Ennél jobb most nem is lehetne. Édd meg, nekem nem kell. Franknek csak egy itala van. Frank egy ünneprontó. Nem tudom, mi a baja. Hallottam, hogy ízlik a vaníliás gyömbéres vodka. Franky! Köszönöm. Frankit mindenhol VIP-ként kezeli. Örülsz? Igen, nagyon. Ha nem akarja jól érezni magát, maradjon otthon. Főzzön valamit. Ezek az emberek szemetek. Meg akarnak tőlem szabadulni, mert félnek tőlem. Szerinted kinek kell elhagynia a kék csapatot? Franknek. Franknek. Franknek.
Ha belegondolok, egy pillanatig sem akarok olyan hamisan mosolyogni, mint ők. Én nem süllyedek le idáig. Jön az első verseny, szeretnék fogadni. Én is szeretnék. Olyan, mintha fát vágnék. Jó ég, milyen kemény. Várj! Tedd le azt a fűrészt! Azt sem tudod, mit csinálsz. Le akartam vágni a lábát. Nem tudom, ki az, aki szerint jó ötlet fegyvert adni Jackinek. Mondjuk, ne, várj, figyel, hagyd abba, fordítsd meg. Meg kell fogni két oldalról, és így kell fűrészelni, mintha fát vágnánk. Jó, Jackie? Jó? Jó? Nem tudom, nem vagyok asztalos. Kész! Érkeznek a lovak a harmadik versenyre, a pokol konyhája derbire. Igen! Átnevezték miattunk a versenyt. Ilyen kinek jár? Elhelyezkedtek. Mi? Gyerünk, kettes! Ez az, baby! Gyerünk, Atén, gyerünk! Ez az. Ott a hármas, az az enyém. Úristen! Gyerünk! Hármas! Gyerünk, kettes, gyorsan! Kérem a pénzemet! A tegnapi szoros verseny után mindkét csapat elkezd készülődni a ma esti vacsorára. Kiveszek 6 plusz 9 serpenyőt. A vörös csapat a vereségből tanulva a kommunikáción és a csapat munkáján szeretne javítani. Ezért gyakorolnak pár percet, mielőtt kinyit az étterem. 3,5 perc múlva kész. Megy a szék a sütőbe. Én sosem teszem sütőbe. Én be szoktam rakni. Én vagyok az egyetlen, aki eddig hibátlan volt a hús részlegen. Szóval inkább hallgasson. Itt nincs eléggé átsütve. Beraktad a sütőbe? Nem. Nem sütöttem meg azt az oldalát. Berakta a sütőbe. Süssünk újat. Vedd ki a húst és mérd meg. Ariel olyan, mint egy kisgyerek, aki találni akar valamit, hogy kiszúrjon velem. Nem értem, mi a bajod, Ariel. Megmondanád, miért vagy dühös? Hazudtál a steakről, mert beraktad a sütőbe. Nem hazudtam, csak azt mondtam, beraktam 2 percre. De betetted? Ez nem a te dolgod. Rendben, gyertek velem. Ezt szoktam csinálni az unokahúgaimmal. Bezárlak titeket a kamrába, és megbeszélhetitek. Oldjátok meg egymás közt. Lássatok neki. Megkérdezted, mi a baj? Tudom. Most miért beszélsz? Hagyd, hogy befejezzem. Nem tudod, mi a bajom. Nem volt jól megsütve, és hazudtál a séfnek. Meg volt rá az okom, hogy mást mondtam. Nem kellene előadnod, hogy hazudtál a séfnek, nem ezt csináltad. Maradj ki belőle. Mondd el. Olyan dolgokba ütöd az orrodat, amihez nincs közöd. Nem igaz. Figyelj, szóval ha beszélek. Szóval szerint befejeztem a beszélgetést. Nem érted, hogy nem figyelek? Akkor is beszélek, Krisztin, ha azt mondod, csinálsz valamit. Ez tök gyerekes. Végeztem. Végeztem. Már eleve vitatkozunk. Miért kell tiszteletlennek lenni? Nyugodj le, tesó! Belefáradtam, hogy mindig diplomatikus legyek. Nem fogom megjátszani magamat, mint a többi ribanc. El kell fogadnia, hogy én őrült és agresszív vagyok. Együtt kell dolgoznunk, ezért meg kell, hogy oldjuk. Befejeztem. Ennyire egyszerű. Nem beszélünk. Mielőtt elkezdjük a vacsorát, van valami kérdésetek vagy mondandótok? Van. Megint hátba fogtok szúrni? Előtte hátba foglak vágni ezzel a vágódeszkával. Frankie, ez zavart egész nap? Frank, nyugodj meg. Elegem van ebből. Rég túl kéne lépni rajta. Mi a baj? Frankie, mi a baj? Mondd el. Meg van sértődve. Nem, de ezekkel kell dolgoznom, és nincs. Ezekkel? Ne szeparálódj el. Ellenségesek. Állat. Mi a baj? Az, hogy alapvetően az zavarja őket, ahogy viselkedem és aki vagyok. Érted, Frank? És ezért jelöltek engem kiesésre. Azért vagy dühös, mert egyszer jelöltek? Még itt vagy? Nem ez a lényeg. Akkor mi? Mindegy. Ne, kíváncsi vagyok. Gyere ide, és mondd el, mi a lényeg. Mi a baj? Szóval jelöltek. Nagy dolog. Az egyik legrangosabb séfversenyen vagy, és duzzogsz. Legyen az ő problémájuk. Ne hagyd ezt nekik. Ha ezt akarják játszani, hát játsszák. Együtt kell dolgoznotok. Tudod, milyen gyakran próbálnak meg kitúrni a munkámból?
Szerinted megsértődöm? Még csak nem is érdekel. Tudod, mit teszek? Jól csinálom a dolgomat. Krisztina séfnek igaza van. Egy állatnak kell lennem. Ha ez nem tetszik nekik, az az ő bajuk. Ramsay séf szava számít, nem az övék. Szép napot, hölgyeim! Jó napot, séf! Gyerünk! Kékek, készen vagytok? Igen, séf! Két dudás nem fér meg egy csárdában, ugye? Igen, séf! Igen, séf! Ma nem ez a helyzet, igaz? Nem, séf! Nem, séf. Marino! Szi, séf! Nyisd ki az éttermet! Már is! Menj! A pokol konyhájának ajtaja nyitva áll, és éhes vendégek hada érkezik, akik alig várják, hogy kipróbálják Ramsay séf híres menüjét. Csirió! Jól néz ki! Én kagylót szeretnék kérni. Érkeznek a rendelések. Húzzunk bele! Sok szerencsét, lányok! Kommunikáljatok! Igen, séf! 41-es asztal, két risotto, két kagyló. Igen, séf! Gyerünk! Ashley, beszélj hozzám! 5 perc! A családom éttermében dolgozom, de be kell bizonyítanom, hogy meg tudom oldani a dolgokat, anélkül, hogy fognák a kezemet. Így szépen. Tökéletes lesz. Viszem a homárt a pulthoz. Hozom a risottót. Jó. Mindenki jöjjön ide. Hopp, gyorsan. Hogy néz ez ki? Híg. Túl híg. Híg, séf. Túl híg. Ez leves. Gyerünk, a fenébe. Ashley így csinálta, és tiszta takony lett a risotto. Atya ég! Most fejezd be, és önts vissza picit. Figyelj a sóra! Gyerünk, Ashley! Jó. Gyerünk, oda figyelsz? Igen. Többet ne hibázz. 22-es asztal, két risotto, két kagyló. Igen, igen, séf. 7 perc múlva kész a risotto. Két risotto, ugye? Franknek fogalma sincs a csapatmunkáról. Ha egy hajóba nevezünk, muszáj támaszkodnunk egymásra. 2 risotto, ugye? 2 risotto, Frank, ugye? Frank, 2-t főzöl? Semmi. Hány perc a risotto? Kivihetem a homárt? Séf, itt a risotto. Kérd a homárt. Hol a homár? Itt van. Gyerünk, vidd ki. Most ez komoly? Mert én ilyet nem játszom. Mögötted a homár! Mehet, gyorsan. A kékek összefogtak és kiküldték az első előételt. Erre a risottóra megérte várni. Oda át a vöröseknél. 34-es asztal, 2 risotto, 2 carbonara. Igen, igen, séf. Ashley keményen dolgozik azon, hogy ne ismételje meg az előző hibáját a risottóval. Ez túl híg. Jó ég, mi történik? Kavargasd, attól jobb lesz. A risotto? Fél percet kérek. Gyerünk, lányok! Gyerünk, srácok! Ez meg mi? Olyan, mint egy sajtfondű. Hé, figyelem! Igen, te is, gyertek ide! Hadd mutassak valamit. Ezt nézzétek! Ezt nézzétek! Esküszöm, hogy több sajt van benne, mint egész Hollandiában. Ashley, gyere ide! Jól vagy? Te jól vagy? Elnézést. Ez mi? Ellenőrizted? Mi ez? Egy risottót kérek. Gyorsan. Igen, séf. 3,5 percet kérek a risottóra. Segítsek? Kezd el a carbonárát. 2 carbonara? Igen. Ashley elrontja a risottókat, szóval... Tészta a vízben! Be kell segítenem, mert jönnek a rendelések. Segítsetek Ashleynek! Én főzöm a carbonárát! Biztassátok, segítsétek! Fél perc! Fél perc! Gyerünk, Ashley! Viszem a risottót! Carbonara! Megnézem a risottót. Most nagyon félek, mert tudom, ha nem jó, akkor végem van. Mehet, tudod, hová viszed? Ashley megkönnyebbülésére Ramsay séf kiküldte a risottóját az étterembe. Azt a mindenit!
Főételek! Két lazac, két bárány, két New York. Igen, séf. Felraktam két lazacot. 5 percet kérek. Oké, 5 perc. Megnézem most Penótot. Tovább szeretnék fejlődni. Hangosabb és gyorsabb leszek. Jared, minden oké? Minden oké. Oké, Manda, hogy állsz? Én jól. Oké, Danny? Igen. Hogy állsz? Jól. Jó, miben segítsek? Mit segítsek? Frank, figyeljem? Figyeld, kéne köretet csinálni. Viszem a steaket. Oké. Viszem a köretet. Tökéletes. Viszem a lazacot, mögötted. Mehet. Kékek, remek időzítés, jó kommunikáció, csak így tovább, Manda. Igen, séf. Jók vagyunk, bébi. Kékek, kapaszkodjatok belém, mert megállíthatatlan vagyok. Míg a kékek kiküldik a főételeket az éhes vendégeknek. Ez csodás. A vörös konyhában. Két lazac, két Wellington, két New York strip. Igen, séf. Gyerünk. Krisztin, most mi jövünk? Jó. Mehetünk? Adj 5 percet, és találkozzunk a pultnál. Oké. Krisztinnel nem jövünk ki túl jól, ugyanakkor bármennyire is utáljuk egymást, nagyon jól dolgozunk együtt. Van odakint Wellington, Ariel? Megfőzöm a köretet, és megnézem. Jó, csak legközelebb nézd meg. Oké. Néha jobban tudok dolgozni olyanokkal, akikkel nem jövök ki. Krisztin, kész vagy? Mindkettő kész van. Oké, kész a köret hozzájuk. Mivel folytatjuk? Mi legyen, lazac? Ariel, nézd meg, fogd meg! Kicsit kemény, de jó. Itt van, séf. Folytatom. Szép lett! Köszönöm! Hihetetlen, hogy ezt mondom, de 9-kor még utáltam Arielt. Aztán a vacsora után már meg akartam ölelni, mert sokat segített nekünk. Az ellentéteik ellenére Krisztin és Ariel együttműködése előre repíti a csapatot. Két hegyi lazac és két New York strip jön utána, jó? Igen, séf. Megy a hús. Igen, viszem. Viszem a stripet. Viszem a két lazacot. Mindkét csapat lenyűgöző sebességgel küldi ki a főételeket. Fantasztikus. Lányok, gyertek ide gyorsan! Kék csapat, gyertek gyorsan! Mindenki jöjjön! Ez volt eddig a legjobb vacsora. Jön az utolsó asztal. Igen, séf! Igen, séf! Aki előbb végez, nyer! Gyerünk! Gyerünk! Mindenki rohan, mindenki siet, mint a kokainfüggők. Gyerünk! Ez pontosan olyan, mint a tegnapi lóverseny. Kész őrület van. Mindenki nyomja, ahogy tudja. Nem veszthetjük el. 2 perc múlva a pulton. Tudsz sietni? Tudok! Kéne még 2 perc a lazacra. A lazac köretét most viszem ki. Amint kész a köret, vágom a Wellingtont. Hozom a köretet, jön a köret. Vágom a húst. Vegyél egy serpenyőt és menj, a köret a pulton. Vettem, mennyi a lazac? 1 perc. 1 perc múlva viszem a pulthoz. Szerinted nem sült át? Manda, hol vagy? A lazac nincs kész. Fordítsd meg és tartsd melegen. Viszem a Wellingtont a pulthoz. Szerinted kész? Szerintem kiviheti. Nézd meg! Ez kész. Menj, vidd ki! Remélem jó. Nyomjátok! Mögötted! Hajrá, lányok! Ez nyers. Vörös csapat, a hegyi lazac közepe nyers. Nem. Nyers. Hozom. Sűsd. Ashley odajött és azt mondta, ez jó, küld ki, vigyétek. Ashley egy idióta, tök nyers volt. Rendben. Kékek. Igen, séf. Jó. Gratulálok, szép volt. Köszönöm, uram. Tudtam, hogy nyers. A lazacon aggódtál, pedig meg se sóztad a szószt, úgyhogy nyugodj le. Azt az üveget a szemétbe dobtad? Ez nem a hálószobád, nem dobálhatod a szemetet, mert olyan kedved van. Szedd össze magad, légy fegyelmezett. Vörösök. Igen, séf. Hagyjátok abba, jó lesz. Milyen kár? Ez egy egész jó este volt. Sajnos vesztettetek. Menjetek fel a szobába. 2 jelöltet kérek. Igen, séf. Menjetek. Egy pillanat. Igen. Mi a baj? Jobb vagyok ennél. Lehet, hogy ma ügyetlen voltál, de tedd túl magad rajta. Légy erős és hangos. Igen, séf. Indulj. Dühös vagyok, mert ennél sokkal jobb vagyok. Én fenyegetést jelentek nekik, szóval persze, hogy ki akarnak ejteni. Most esélyük van rá.
Olyan dühös vagyok. Azt akarom mondani, hogy mindenki jó volt ma este. Nem számít. Én voltam, aki elszúrta. Én mondtam Jackinek, hogy küldje ki, szóval az én hibám, hogy vesztettünk. Miattam vesztettünk. Tudom, hogy szívás, de Ashleyt és Jackit jelölöm. Engem akarsz jelölni? Le kéne nyugodnod, mielőtt eldobod az üvegedet. Tudtam, hogy nem kéne kiküldenem. Mert dühös voltam, hogy vesztettünk. Ha nem lett volna nyers, nem lennénk itt. Bocs, hogy szenvedélyes vagyok. Dühös vagyok, hogy vesztettünk. Ez védekezés, Jackie. Nyugodj le! Úgy érzem, hogy csak támadtok engem, pedig nem csináltam semmi rosszat, és mégis rám szavaztok. Nem támadunk. Ki másra szavazzunk? Nem csak a főzésről van szó, hanem a szakmai hozzáállásról is. Mind dühösek vagyunk, de vissza kell fognod magad. Mindenki dühös, hogy vesztettünk. Jó ég! Annyira unom, amikor megmondják, hogy meg kell változnom. Uram ég! Uram ég! Ez egy szemét, és ő akarja nekem megmondani, mit változtassak a viselkedésemen. Christine-t és Ashleyt kéne jelölni. Fel se kéne merülni a nevemnek. Én magamat és Christine-t jelölöm. Téged és engem? Igen, én is rátok szavazok. Engem miért jelöltök? Mondanod kell valamit. Nem tudom, ki mást jelölhetnék. Most komolyan? Nem értem. Nem érdemlem meg a jelölést. Ez egy baromság. Mondj valamit. Nem tudom, mit mondjak. Mondd el, hogy miért engem jelölsz. Egyébként ne jelölj, mert mindent megtettem, hogy segítselek. Azért ne jelölj, mert nem jut eszedbe más. Döntenünk kell. Ez aztán megfájdult a fejem. Vörösök, sikerült döntést hozni? Igen, séf. Ariel, ki az első jelöltetek és miért? Az első jelöltünk Ashley. Ashley? Igen. Nyilván nehéz döntés volt, de egyetértettünk, hogy többet is beszélhetett volna. Ki a második? Séf. A nevet, egy szó. Jackie. Miért? Szerintem túl sokat mondogatta, hogy nyernünk kell, nyernünk kell. És inkább arra kellett volna figyelni, hogy siessünk, de közben nagyon jól is főzzünk. Okay. Ashley, Jackie, gyertek ki. Ashley. Igen, séf. Mi történt? Nem láttam ki a fejemből, de többé nem fog előfordulni, soha. Miért vagy jobb séf Jackie-nél? Tudok éttermet vezetni. Otthon is vezetek. Az apukádét? Igen, az apámét. Az, hogy a szüleid éttermét vezeted, nem jelenti feltétlenül azt, hogy sikeres lehetsz ebben a szakmában. Ezt akarom csinálni, amióta csak az eszemet tudom. És nélkülük is ezt csinálnám, a 100%. Biztos. Ezt ma este nem éreztem. Jackie. Igen, séf. Mi történt a nyers hallal? Én azt mondtam, hogy több idő kell neki, de Ashley azt mondta, kész, és küldjem ki. Én tudtam, hogy nincs kész. Akkor miért vitted ki? Hibáztam, séf. Nem vagy biztos magadban? De biztos vagyok, de... Bíztam Ashleyben, és ezt nem kellett volna. Nem könnyű. A döntésem... Ashley. Menj vissza. Hölgyem, gyere ide. Igen, séf. Hadd mondjak valamit. Igen, nagyon sokat fejlődtél, de nem vagy rá kész, hogy a főszakácsom legyél a BLT-ben. Köszönöm. Hálás vagyok. Köszönöm. Sok szerencsét. Sziasztok. Szia, Jackie. Nem a főzési tudásom miatt jutottam ide, hanem azért, mert dühös leszek.
Azt hiszik, nem vagyok szakszerű. Lehet, hogy inkább féltek. Talán azt hitték, mindenkit kiütök. Nem tudom. Figyeljetek! Hibák előfordulnak, de az a lényeg, hogy hogyan kezelitek őket, és hogyan tudtok kimászni belőlük. Ez érdekel a legjobban most, világos? Igen, szép volt. Menjetek! Végre a Jackie Show-nak vége. Eltávozott az udvari bolondunk. Győzelem! Úristen! Ez egy kemény figyelmeztető jel volt. Ez szívás, mert ennél sokkal jobb vagyok. Meg tudom oldani a dolgokat apám nélkül. Nem lehet ilyen könnyen tőlem megválni. Jackie az egyik legszókimondóbb shape volt a verseny történetében. Kár, hogy a szája nagyobb volt a tehetségénél. De legközelebb... Mindenki tudja, hogy a pokol konyhájának tüze erősebben lobog éjszaka. Jó ég. Miután majdnem elszakították őket. Azt hittem, kiestek. Én nem. Vajon a sors végre összehozza ezt a két séfet? Az első naptól megérdemled, hogy itt legyél. Mi ez? Egy szappanopera? Ne nyúljatok a halhoz, amíg én nem láttam. Vajon az egyik séf cselszövése? Elegem van. Megsemmisíti halálos ellenfelét. Most jól meg fogod szívni. Frank, ebből elég volt. Frank, fiatalember, haza akarsz menni? Vagy túl fogja élni. Ennyi volt. Nem végeztünk. Nézzétek az arcát! Legközelebb. Kígyók. Egy becsapós epizód jön. Szemetek. A pokol konyhájában.